2017-ben indult útjára a budafoki pincejárat. Ennek kapcsán köszöntöm két vendégemet, az esemény két szervezőjét, illetve a programsorozat két szervezőjét, Dalcsanitát és Salamon Juditot. Köszönöm, hogy eljöttetek. Mi is köszönjük. Összegezzük az elmúlt két évnek a tapasztalatait, hogy mennyire sikerült megismertetni az embereket ezzel az egyedülálló pincerendszerrel, amely itt van Budafokon. Hogyan látjátok? Mi úgy látjuk, hogy szerencsére egyre jobban és egyre többen ismerik, nem csak kerületiek, hanem kerületen kívüliek, sőt, most már egyre több külföldi látogatónk is van, úgyhogy úgy látjuk, hogy folyamatosan növekszik az érdeklődés. Olyan annyira, hogy elmondhatjuk, hogy már a tavalyi évben is megduplázódott az ide látogatók száma az első évhez képest. Szerintetek egyébként ez minek köszönhető magának, tehát a maguknak a pincéknek, hiszen tényleg olyan egyedülálló föld alatti világ van, amely kevés helyen, vagy a programoknak, vagy a kettő együtt, tehát a kultúra és a bor együtt? Hát nagyon remélem, hogy a kettő együtt. Mert természetesen fantasztikus adottságokkal rendelkező kerületről beszélünk, amiről sajnos még sokszor a kerületiek sem tudnak. Úgyhogy első cél az is volt, hogy tényleg akik itt élnek ebben a kerületben, megismerjék ezeket a pincéket, illetve helyszíneket, de természetesen úgy láttuk, hogy azért kell egy plusz minden mellé, és a kultúra itt lépett be, illetve ez a kerület nem csak ugye ezekről a pincékről és ezekről a az épületekről híres, hanem nagyon régi, nagyon híres kulturális hagyományai is vannak. És pontosan az előző év is erről szólt, hogy az itt élő nemzetiségi, kisebbségi csoportok bemutathatták az ő maguk hagyományait, a különböző kulturális szerepüket itt a kerületben. Ugye az a programsorozat neve, hogy Pincejárat. Honnan indulnak a buszok a belvárosból, és egyáltalán milyen technikai információkat kell azoknak tudniuk, akik ugye nem a kerületből jönnek, hanem Budapestről vagy akár vidékről? Ugye az idei évet most kezdtük el szervezni, tehát még több dolog szervezés alatt áll, de az biztos, hogy fél óránként fognak közlekedni, aztán is a buszok minden hónap első szombatján, és délután indulnak, mert azt vettük észre, hogy általában ebéd után indulnak el az emberek pincejáratra szórakozni, és egyáltalán különböző programokra. Úgyhogy ez az egy biztos, hogy fél óránként fog közlekedni, és mindenképpen egy olyan indulási helyszínt akarunk választani, ami könnyen megközelíthető mind a Budapestről érkezőknek, mind akár a vidékről érkezőknek. A pincészetek esetleg fognak-e bővülni? Ilyen szempontból milyen terveitek vannak, hiszen, hogyha jól tudom, most már 10 fölött van azoknak a pincészeteknek a száma, akik részt vesznek hónapról hónapra. Még hónapról hónap is változik egyébként a nyitvatartás, tehát nem minden alkalommal van az összes pince nyitva, hiszen hát ők is egyébként ugye dolgoznak innen. A Balaton vidékén szüret, mikor szüret van, akkor nem tudnak kinyitni. Tehát változik. Van, amikor kevesebb, van, amikor több pince van nyitva. De idén már jelezték, például a Kőnik pince is, hogy szeretne csatlakozni hozzánk, illetve van itt egy nagyon híres gombapincészet is, aki szintén szeretne akár a nagy, nagyon, az is majdnem egy 80 kilométer hosszú pincerendszerhez csatlakozik, ami régen légópinceként működött, és hogy azt szeretné bemutatni, illetve ők is készülnének kulturális programokkal. Úgyhogy folyamatosan változik, valóban vannak fix pincészetek, akik bevállalták, hogy minden hónapban nyitva vannak, de mindig azért az változó, hogy ki hogy van nyitva, de igazából egy-egy alkalommal azt tapasztaltuk, hogy maximum 2-3 pince látogatható, hiszen annyi program van, és annyit elidőznek az emberek, úgyhogy ez nagyon jó arra is, hogy és épp ezért sok a visszatérő vendégünk is. Az egyik alkalommal eljut két pincébe, az a következő alkalommal más helyszíneket látogat meg. Ugye egy pár mondatban már szó esett arról, hogy tavaly ugye a nemzetiségek kaptak nagy szerepet ugye a pincejáratokon. Itt hogyan állítjátok össze a programokat? Tehát gondolok itt arra, hogy mondjuk a Törleiben éppen ki az, aki fellép, hogy oda mondjuk egy zenés produkciót visztek, vagy egy táncos produkciót, és egyáltalán ez mennyi munka hónapról hónapra? Nagyon sokunk. Egy nagyon izgalmas feladat, és valóban figyelni kell arra, hogy mi a helyszín. Egyrészt ugye az adottságok miatt a Törleinél például ugye egy árkádós sor alatt helyezkedik el egy viszonylag nagy színpad. Tehát oda én nagyon szeretek táncos produkciókat is vinni, több táncház is volt, ott volt a görög táncház, a bolgár táncház, ami nagyon nagy sikerű volt. De például egy kisebb pincében, mondjuk a várszegi pincészetben, vagy a
Tejbolt Garapincébe, megint egy duó számára alkalmas a helyszín. Úgyhogy itt figyelembe kell venni ezt is, illetve például a kiállításoknál, és több kiállításunk is volt az elmúlt évben, az álteresek visszatérő vendégeink, ugye van egy páratartalom is, amit megint figyelembe kell venni, hiszen a festmények maximum egy napot bírnak ki ebben a páratartalomban, tehát olyan kiállítást kell rendezni, ami arra alkalmas, hogy azon a helyszínen megéljen. És vannak ugye a rendszeresen visszatérő programjaink, mint például a pincekvíz, meg a gasztrosó, a helytörténeti séta, amit meg már szinte követelnek a látogatók, tehát hogy ez hónapról hónapra általában ugyanazon a helyszínen van, és akkor így oda is többször is el tudnak látogatni, elhívják a családtagjaikat is. Úgyhogy ezek a jól bevált rendszeres programok, ezeket egyébként idén is szeretnénk tovább vinni, meg kicsit tovább fejleszteni, de ez még a jövő zenéje. Mik a visszajelzések egyébként, tehát rácsodálkoznak az emberek, hogy jé, hát itt Budapesten ilyen létezik? Még a helyiek is rácsodálkoznak. Tényleg nem számít arra az, aki betér egy ilyen pincébe. Ugye az emberek ahhoz szoktak, akik járnak ugye a környező kis borfesztiválokra, hogy belépnek majd egy 2-3 méteres kis pincébe, és akkor ott borkóstoló van. Itt pedig tényleg akár egyetlen egy helyszínen el lehet tölteni több órát, mert hogy itt még körbe sétál, még a pince sétál, ami attól is izgalmas, ugye, hogy a helyi borász vezeti körbe az embereket, akkor ugye olyan érdekességek találhatók, mint ugye a Zeboldgar a pincében, a Zsolnainak a kezemunkája, vagy akár hát a Törlei Pezsgő pincészet. Tényleg senkit nem szeretnék kihagyni egyetlen pincés, mert mindegyik a maga nemében különleges. Úgyhogy ez meglepetés az embereknek, csak pozitív visszajelzéseket kaptunk eddig, és azt gondolom, hogy tényleg az a legnagyobb elismerés, hogy rengetegen visszajönnek, és már kaptunk érdeklődő leveleket is, hogy mikor kezdünk idén. Márciusban, ugye ez most már nem titok, eddig ugye az volt a gyakorlat, hogy márciustól decemberig minden hónap első szombatján nyitottak ki a budafoki pincék. Ezzel szemben most lesz egy változás, illetve több kicsi változás. Most mi körvonalazódik? Milyen terveitek vannak? A minden hónap első szombatja az marad, és emellé még szeretnénk plusz alkalmakat szervezni, pontosan 3-at, ami gyakorlatilag azt a célt szolgálja, hogy koncerteken keresztül bemutatkozási lehetőséget kaphassanak pincék, de itt nem az összes pince nyitna ki egyszerre, hanem néhány pincészet kitelepülne a koncertnek a helyszínére, és így a hangulatot egy kicsit ilyen mini fesztivál jelleggel, mini pincejárat fesztivál jelleggel próbálnánk bemutatni az érdeklődőknek, ezzel is arra csábítani őket, hogy aztán ellátogassanak el minden hónap első szombatján a normál általános pincejáratra. És hát az első idei az márciusban lesz, pontosabban március 2-án mivel készültök? Most már hagyományá vált, hogy ez a szezonnyitó napunk. Most ebben a tematikában szeretnénk a kerületben élő művészek közül, hogy ők lépjenek föl, ők mutassák meg magukat, hiszen utána azért a tematika változik, lesz swing, operett, country zene, úgyhogy ez az első alkalom igazából a kerületet szeretné bemutatni itt élő zenészekkel, és hát most éppen tárgyalások folynak, nagyon szeretnénk stand-up comedist meghívni, mert ugye elkezdődtek, most már végre voltak színházi előadásaink is az elmúlt évben, és akkor így megkoronáznánk most egy neves stand-up comedist fellépővel. Ami mellé kifejezetten passzol egy jó bor. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és eredményes munkát kívánok nektek. Köszönjük.